műsor támogatója a Láng TV. Iratkozz fel oda is! Gyilkosok, fegyházbüntetés szabna a szita gyilkosság vádlottjaira az ügyészség, az elsőrendű vádlottra tényleges életfogytiglant kér a vádhatóság. Páratartalom, az újabb esőzések miatt áradnak a folyók, a belvízzel elöntött területek nagysága pedig két nap alatt 30 ezer hektárral nőtt. Blokád, Észak-Korea kitiltotta a dél-koreai munkásokat a két ország közös ipari parkjából, a kommunista állam újraindítja egyik atomerőművét is. Önök a Híradó 21-et látják. Jó estét kívánok! Tényleges életfogytiglani fegyházbüntetést kérte a Szita Bence gyilkosság elsőrendű vádlottjára az ügyészség, arra hivatkozva, hogy az emberölés négy minősítő körülménye is fennáll, azaz előre kitervelte nyerességvágyból különös kegyetlenséggel követték el kiskorú ellen. A gyerek megölésével gyámjának barátnője bízott meg pénzért két hajléktalant. A vádiratból kiderült, Szita Bencét megverték, megkéselték, de még meg lehetett volna menteni, ha nem temetik el élve. Felhívom a figyelmüket, hogy a nyugalom megzavarására alkalmas riport következik. Az első rendű vádlott vonatkozásában a BTK 47 szakasz 4 bekezdés C pontjára is figyelemmel, tehát azért, mert ő ugye erőszakos többszörös visszaeső is. A feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből zárja ki. Tényleges életfogytiglant kér az ügyészség a Szita Bence gyilkosság elsőrendű vádlottjára, két társára pedig fegyházbüntetést. A vádirat szerint a harmadrendű vádlott a gyerek nevelőapjának barátnője már korábban is meg akarta öletni a 11 éves gyereket. A már mindenki előtt ismert szörnyű események előtt 2012. októberében a harmadrendű vádlott már arra kérte meg társát, a másodrendű vádlottat, szerezzen mérget sértett megölésére. Aki kérésnek eleget is tett, egy energia italba kevert folyadékot adott át a társának, ami szalicil savat tartalmazott. Ezt megpróbálták a gyermekkorú sértettel megitatni, az egyik alkalommal azonban nyilvánvalóan a furcsa szaga miatt nem itta meg. 2012. október 29-én már akkumulátorsav vásárlásával készült a két hajléktalan a gyilkosságra. Ezzel akarták összeroncsolni a holttestet. Előtte P. Erika eladta ékszereit és kifizette az ígért 200 ezer forintot társainak. Elcsalták a gyereket a Sántosi erdőbe, az elsőrendű vádlott leütötte, a másodrendű sírtársot, P. Erika pedig világított a zseblámpájával. Sírtettet a sírgödör mellett az első és a harmadrendű vádlott levetköztette, aki ekkor még mindig élt, ezt követően az elsőrendű vádlott egy elég nagy, tehát egy 17 centis késsel vagdosni kezdte, anélkül, hogy ezt részletezném, az orvos szakértő a sértett testén körülbelül 40 rendbeli szúrt vágott sérülést rögzített. A gyereket élve temették el. A súlyos koponya sérülések, lépcső sérülések, nyaki sérülések, életveszélyes sérülések voltak. Ennek ellenére a sértett élete egyébként rövid időn belül, tehát egy-két órán belül még megmenthető lett volna. A halála egyébként az élve eltemetés miatti légutakba, tüdőbe jutott föld okozta fulladás következtében állt be. Miután megzavarták őket, kiásták a gyereket, és egy másik erdős részen újra eltemették. P. Erika pedig bejelentette az eltűnését. A holttestet több napos nyomozás után találták meg. Több mint 110 éve nem esett annyi csapadék az első negyed évben, mint idén. Ennek ellenére a nagyobb folyókon egyelőre nem várható rendkívüli árhullám. A belvízzel elöntött területek nagysága viszont több tízezer hektárral nőtt két nap alatt. A katasztrófavédők nagyobb beavatkozására nem volt szükség,
Meteorológiai riasztás már nincs az országban. Egymásnak adogatták a homokzsákokat az emberek szerda délelőtt Nagykanizsa határában. A principális csatornán még sosem volt ilyen magas a víz. Nagyjából 100 ház van a közelben. Egy ideig azon gondolkodtak, hogy átvágják a gátat, de a Védelmi Bizottság a tervet túl kockázatosnak találta. A lakóházak még egyelőre nincsenek veszélyben, a lejjebb lévő melléképületek vannak veszélyeztetve, illetve hát a szántó területük az sajnos most a belvíz az feljött és elöntötte. A védekezése során próbáljuk megerősíteni a védművet nyulgátos kiépítési rendszerrel. Katasztrófa védelmisek, közmunkások és önkéntesek együtt rakták a homokzsákokat. A pihenő időben teát osztottak nekik. Gondoltam, hogy eljövök, mivel itt lakom nem messze, hogy hát, hogyha tudok valamit segíteni. Az egyik helyi iskolából diákok is jöttek segíteni. Az elején kevesen voltunk, utána jöttek folyamatosan, és kellett a sok ember, mert nagy a terület. Ti most hányan jöttetek? Mi az iskolában 30-an. Ez az utcában lakó néni azt mondta, a csatorna el volt hanyagolva, és sokan a szemetet is ide hordták. Amit az elejét megpucolták az utca végéig, a sok önkéntes, meg a nem tudom mi vagy ezek a milyen munkások, közmunkások, se nem égették az állakat semmi, attól még a fagyökerek meg minden bennmarad. Meg ugye az emberek szemléletét kéne változtatni, hogy ne a hűtőket, meg a nem tudom mit vigyenek le oda a zárokpartra. A védekezési munkálatokat központilag irányítják a vízügyi főigazgatóságról. A kormány szóvivő szerint így jobban össze lehet hangolni a különböző szervezetek tevékenységét. Mind az emberi, mind az eszköz és minden anyagi forrás is adott az árvíz és a belvíz kezelésére. A jelenlegi kormány reálisan mérte föl ennek költségvetési hatásait, és elődeivel ellentétben nem kötött összegről, hanem egy felülről nyitott összegről vagy költségvetésről beszélünk. Ebből adódóan teljesen természetesen minden forrás rendelkezésre áll. A folyamatosan zuhogó eső miatt országszerte emelkedik a folyók vízszintje. A katasztrófavédelem főigazgatója szerint ugyanakkor a nagyobb folyókon egyelőre nem kell rendkívüli árhullámra számítani. Ennek a esetleges nagyobb léptékű áradása az teljes mértékben a vízgyűjtőkön levő hómennyiségtől, annak olvadási gyorsaságától és az ottani hőmérséklet emelkedés, és az ottani csapadék tevékenységnek a függvénye. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a belvízzel elöntött területek nagysága is nőtt. Az utóbbi napokban a területünkön 10-15 mm csapadék hullott le. Ennek hatása majd csak később fog ugye érvényesülni, ezért a területünkön jelenleg 50 hektárral nőtt az elöntött területek nagysága, de még így is 27.200 hektár, ami azt jelenti, hogy 8.000 hektár ebből vetés. A védekezési munkálatokban szerda óta Győrből érkezett szakemberek is részt vesznek. Őket a szivattyú telepekre osztották be. Egyelőre csak egy településen, fegyverneken kellett elrendelni a legmagasabb fokú készültséget. Házakba is betört a belvíz több településen. Fejér megyében Úrhidán, Székesfehérváron és Móron is családi házak pincéjébe tört be a víz. A Somogy megyei Fónon egy ember, a Bács-Kiskun megyei Kunszent Miklóson öt ember hagyta el otthonát, itt egy csecsemőt is el kellett szállásolni. A lakók egész éjszaka szivattyúztak, de a házfalak is feláztak. Az elmúlt napok esőzései miatt víz alá került a szekszárdi kutyamenhely területének a fele. Az állatotthon egy mezőgazdasági terület mélyen fekvő részén van, így szivattyúzni sem lehet. A működtető alapítvány adományok segítségével szeretné megoldani a problémát. Egyesével mentik a kutyákat az elöntött ketrecekből a menhelyen. Az otthon területének felét öntötte el a belvíz, van olyan rész, ahol térdig ér a víz. A telepen 200 kutyát gondoznak, mintegy 40-et kellett új helyre költöztetni. Csináljuk a kenneleket, amelyikben nincs annyi víz, föltöltjük kővel, zúzalékkal, sóderral, próbáljuk párosítani őket. Ennyit. A párosítás nem egyszerű feladat, hiszen olyan kutyákat kell egy helyen elhelyezni, melyek nehezen viselik el egymást. A menhely területe alacsonyabban van, mint a környező mezőgazdasági földek, így szivattyúzni nincs értelme.
Amit jelen pillanatban tudunk tenni, az az, hogy zúzott követ teszünk alulra, ott, ahol kevés víz van és sár, oda teszünk zúzott követ legalább 10 centi magasságban, és aztán arra jön még esetleg ilyen töltőanyag, döglött beton, illetve sóder, és akkor ezzel meg tudjuk emelni a területeket annyira, hogy a meglévő keneleket meg tudjuk menteni. A menhely szűkös költségvetése nem teszi lehetővé, hogy építési anyagot vásároljanak, így csak adományokból tudják megoldani, hogy a víz levonulása után feltöltsék a területet. 3-10 évig terjedő börtönbüntetést kaphatnak azok, akik vészhelyzetben katasztrófa sújtott a területen lopnak. Az erről szóló törvénymódosítást benyújtotta a fideszes Kocsis Máté és Gulyás Gergely a parlamentnek. Azért szigorítanák a BTK-t, mert az elmúlt hetekben megszaporodtak a kábellopások, amelyek nehezítették a mentési munkálatokat. Kocsis Máté arra számít, hogy még május előtt életbe lép a szigorítás. Úgy döntöttünk, hogy a lopás minősített eseteként fogjuk számon tartani ezeket, és aképpen fogjuk módosítani a büntető törvénykönyvet annak szellemében, hogy nem hunyhatunk szemet a fölött, hogy ilyen dolgok történjenek, és a Fidesz nem kíván semmiféle toleranciát tanúsítani a büntetőjogi szabályozások szigorításának kapcsán. Kóka Jánossal is konzultál rendszeresen Bajnai Gordon. A Hazai és Haladás Egyesület az SZDSZ-es politikus feleségétől is kért gazdaságpolitikai véleményt. Hamarosan erről is szó lesz, előbb azonban lássuk, mi lesz még a Híradó 21-ben. Spirálban beismerte hazugság sorozatát a volt francia költségvetési miniszter, a baloldali politikus hónapokig tagadta adócsalását és pénzmosását. Próbapereket indít a Fidesz a szemétszállítás drágulásával kapcsolatban, és tovább vizsgálják a hibás formátumú rezsiszámlákat. Az MSZP szerint kormánypárti vezetésű településeken is emelték a szemétszállítás díját. A legutóbbi tevfűszámláját mutatja egy budapesti férfi. Már 6 évvel ezelőtt is hasonló összegeket fizettek ki a fűtésért. Az állami számvevőszék vizsgálata szerint 2007 és 2008 között azért volt magas a távfőszámla, mert a tulajdonos fővárosi önkormányzat, amelyet akkor Demszky Gábor vezetett, nem megfelelően járt el a díjak megállapításakor. Ezt a rendszert arra találták ki, hogy a szolgáltatók, akik egyébként magukat közszolgáltatóknak nevezik, és többnyire külföldi tulajdonban vannak, extra profitot tudjanak leszakítani ebből az ágazatból. Ezt az extra profitot pedig a magyar családokkal fizettették meg, ilyen család, galád módon, mint amilyen megállapítás ebben az ügyben született. A rezsicsökkentés több fogyasztóvédelmi problémát is a felszínre hozott, mondta Németh Szilárd. A Fidesz ezért próbapereket indít a szemétszállítás drágulásával kapcsolatban. A kormánypárt tovább vizsgálna a hibás formátumú rezsiszámlákat is. A törvény egyértelműen fogalmazott, 4,2%-kal lehet január 1-től emelni a díjakat. Most ehhez képest nem 4,2%, hanem különböző trükkökkel, most négyszer szállítok, most ennyiszer szállítok, most kis kukás autó van, most nagy kukás autó van, megemelték. Hát kérem szépen, az a helyzet az egész rezsicsökkentésnek, mint ahogy fogalmaztam, a családok megvédése a cél. Egy ilyen trükközést, ezt nem engedhet el a parlament, és nem is fog elengedni. Az MSZP szerint fideszes vezetésű települések tucatjain emelték meg a szemétszállítási díjakat tavaly évvégén. Az ellenzéki párt 2012. november 1-jéig visszamenőleg ellenőrizné az áremeléseket, és emellett több milliárdos alapot hozna létre a magyar villamosművek bevételéből. Létre kell hozni egy olyan alapot, ami a szénnel, fával, brikettel tüzelők esetében szociális rászorultsági alapon segítséget nyújt. Az itt nyújtott segítség nem lehet kevesebb egy átlag család rezsicsökkentéssel való megsegítésénél. A Fidesz felháborítónak tartja az MSZP ötletelését. A kormánypárt közleményében azt írta, a Gyurcsány-Bajnai kormányoknak a rezsiemeléstől kellett volna megvédeniük a családokat, ehelyett azonban háromszorosára emelték a gáz és kétszeresére a villanyárát. Katonákat is hajlandó bevetni Dél-Korea azért, hogy kimentse az észak-koreai Kesongi ipari övezetben elzárt dolgozóit. Szóval szerint a több mint 800 munkásból csak 9-en tudtak hazatérni.
A közös területen működő cégekből a kommunista államnak évente 2 milliárd dolláros bevétele származik. Az Egyesült Államok újra felszólította Észak-Koreát, hogy hagyjon fel nukleáris ambícióival. Öljünk, skandálták észak-koreai diákok Pyeongsongban egy Amerika ellenes tüntetésen. Az állami televízió is bemutatta, hogyan masírozott végig alakzatban a több száz fiatal a város utcáin. A dél-koreai védelmi miniszter közben a kormánypártok képviselőivel találkozott Szöulban. Határozottan figyelmeztetem Észak-Koreát, hogy fogja vissza magát, és kijelentem, hogy teljes harci készültségben állunk. Úgy érzem, hogy nem kellene Észak-Koreának agitálnia és teljes harckészültségbe kényszerítenie a dél-koreai embereket. A dél-koreai hírügynökség szerint Szöul kézbe vetni katonáit a két ország közötti ipari zónában rekedtek biztonsága érdekében. Észak-Korea szerda reggel akadályozta meg a dél-koreai dolgozók belépését a két ország közötti Kesong-övezetbe, de jelezte, hogy az ott lévők elhagyhatják azt. Szöul szerint azonban a 861 munkás közül csak 9-en tudtak hazaérni. Ez kihatással lesz a koreaközi kapcsolatokra, és veszélyezteti az én vállalkozásomat is. Aggódom, hogy tovább romlik a helyzet, mert ez akár tönkre is tehet. A hírtelevízió által megkérdezett szakértő szerint Észak-Korea azért akar nyomást gyakorolni déli szomszédjára, hogy közvetítőként segítse elő a közvetlen párbeszédet Pyongyang és Washington között. Itt lényegében ismételten egyfajta zsarolásról, illetve feszültségnövelésről beszélhetünk. Az észak-koreai rezsimnek hát meglehetősen kicsi az eszköztára arra, hogy befolyásolja a világnak a hatalmait. Ez a típusú zsarolás a Kesongi ipari parknak a blokkádja, sőt esetleg mondjuk a Sárga-tengernek a vitatott hovatartozású vizein egy haditengerészeti összecsapásnak a provokálása, az észak-koreai erődemonstrációk és hát a zsarolási politikának az eszköztárának tekinthető. Az észak-koreai munkáspárt újságja azt írta, a Dél-Koreában állomásozó amerikai csapatok lesznek a koreai népi demokratikus köztársaság hadseregének első célpontjai. Észak-Koreában van társaival a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat munkatársa Lukács Csaba Pyeongyangból küldött beszámolót. A humanitárius szervezet munkatársai az országban először tavaly megnyílt mozgássérült gyerekekkel foglalkozó központot látogatják meg, hogy a jövőbeni együttműködési lehetőségekről tájékozódjanak, mivel a koreai szakemberek érdeklődnek a világhírű pető módszer iránt. Az északi főváros Békés, a magyarok helyi kísérői szerint a konfliktust a déliek provokációi okozzák, akik azzal is megfenyegették az északiakat, hogy a központi téren felállított szobrokat rakétával semmisítik meg. Ezek az alkotások az ország korábbi elnökeit, vagyis a nagyvezért és a szeretett vezetőt ábrázolják. Az északi vezetés ma bejelentette, hogy napokon belül leállítják a Kesongi ipari övezet működését, annak ellenére, hogy a közel 50 ezer észak-koreai foglalkoztató déli vállalatok jelentik az ország egyik legfontosabb valuta forrását. A magyarok ma ellátogathattak a két ország között lévő demilitarizált övezetbe, Pamincsomba is. A déli oldal teljesen kihaltnak tűnt, ma délben egyetlen katonát sem lehetett ott látni. Magyarokat kísérő északi elmondta, ha a déli fél folytatja a provokációit, válaszul akkora csapást mérnek az amerikaiak által bábként irányított déli hadseregre, hogy annak egyetlen katonája sem marad életben, így az sem lesz, aki aláírja a feltétel nélküli megadásról szóló békeszerződést. Lebukott a pénzét rejtegető francia ex-miniszter Jérôme Cahuzac 600 ezer eurót tartott külföldi bankokban. A költségvetési tárca vezetője ellen március elején indult eljárás, mire a miniszter le is mondott. Az ellenzék szerint az adócsalásról az elnök is tudott. François Hollande tagadja a vádakat, televíziós beszédében pedig úgy fogalmazott, a korrupció és adócsalás miatt elítélteket örökre ki kell zárni a közéletből. A volt költségvetési miniszter Jérôme Cahuzac kedden vallotta be, éveken át a francia adóhatóságok elől eltitkolva 600 ezer eurót tartott külföldi számlákon. Átverte az ország felső vezetését, az államfőt, a kormányt, a parlamentet és magukat a francia embereket is. Ez egy hatalmas és megbocsáthatatlan hiba, a köztársaság megcsúfolása, nyilatkozta a francia államfő. Az adócsalásról először egy internetes oldal írt. Az ügyészség márciusban indított eljárást. Cahuzac ekkor le is mondott miniszteri posztjáról. Az adócsalást azonban akkor még tagadta.
Lapinformációk szerint 2010-ig svájci, majd szingapúri intézetek kezelték a volt miniszter százezreit. Kaüzek nem csak a költségvetésért, de az adócsalás elleni küzdelemért is felelt, mint tárcavezető. Ennek az egész ügynek a francia emberekre is szörnyű hatása van. Azt mondják most, hogy az egész politika bűzlik a hazugságoktól, és egyetlen politikusban sem lehet bízni, fogalmazott a külügyminiszter. Az ellenzék szerint a baloldali kormány tagjainak is tudniuk kellett Cahuzac ügyeiről. Mi a tanulság? A köztársasági elnök vagy tényleg nem tudott semmit, és akkor ez azt jelzi, hogy túl naív. Vagy tudott az ügyről, és akkor ő is hazudott a francia lakosságnak. Politikai szakértők szerint a botrány tovább csökkentheti François Hollande népszerűségét. Hűtlenkezelés és tartozás fedezetének elvonása gyanújával rendelte a nyomozást a központi nyomozófőügyészség a Magyar Fejlesztési Bank egy korábbi hitelkihelyezése miatt. A bank úgy adott 10 milliárd forint hitelt egy szolnoki papírgyár építésére a szocialista kormányok idején egy offshore hátterű cégnek, hogy figyelmen kívül hagyta a szakemberek figyelmeztetéseit. Később a pénzt a cég nem tudta visszafizetni, így a kormányváltás után az MFB új vezetése felmondta a hitelszerződést. A Magyar Nemzet úgy tudja, a büntetőeljárás ismeretlen elkövető ellen indult. Rendszeresen konzultál Bajnai Gordonnal Kóka János, értesült a Magyar Nemzet ellenzéki forrásból. Az Együtt 2014 vezetője és a Gyurcsány kormány SZDSZ-es gazdasági minisztere is azt mondta a lapnak, hogy nincs szó szakmai egyeztetésről. Bajnai szerint a találkozás mindig személyes volt, nem pedig szakpolitikai programhoz kötődő. Szigetvári Viktor, a Haza és Haladás Egyesület alelnöke korábban azt mondta a lapnak, hogy gazdaságpolitikai projektekben kikérték Kóka János feleségének a véleményét, de semmilyen jogviszonyban nem állnak a politikus nejével. Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a kormány a Continental AG-val. A szerződést a német cég újváci gyártócsarnokában írták alá. A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, a kormány kiemelten támogatja a járműipart és az elektronikát, valamint az ezekben megvalósuló kutatásfejlesztést. A Continental tervei szerint idén mintegy 300 új munkahelyet teremtenek Magyarországon. Ilyen üzemanyagtöltő vezetékeket gyártanak majd a Continental új váci csarnokában. A 3300 négyzetméteres épületet egy év alatt építették fel. Több mint 60 új dolgozót fognak itt foglalkoztatni. A kormány az új csarnok avatásával egyszerre kötött stratégiai megállapodást a Nemzetközi Autóipari Beszállító Nagyvállalattal. A cég vállalta, hogy növeli a beszállítói számát, és azt, hogy idén még közel 200 munkahelyet teremt. Budapesten a raktárkapacitásainkat növeljük, amely 42 főnek teremt majd munkahelyet. Folyamatban vannak termelés, bővítő beruházások is, amelyek újabb 130 munkahelyet teremtenek majd a budapesti telephelyünkön. A megállapodást aláíró nemzetgazdasági miniszter szerint a külföldi befektetések ösztönzésénél azok az ágazatok vannak előnyben, amelyekkel hosszú távú kapcsolata van az országnak. Ebben kiemelkedő szerepe van a járműiparnak, az elektronikának, mint a magyar gazdaság húzó ágazatainak. Varga Mihály hozzátette, a stratégiai szerződés megkötésével a munkahelyteremtés mellett a kutatásfejlesztést is támogatja a kormány. Ezek a megállapodások alapot teremthetnek a konzultációk és a tapasztalatcserék rendszeresebbé tételére, a továbblépés lehetőségének a meghatározására. Továbbá az adott cégek érdekeinek a figyelembevételével az innovációs és képzési együttműködés, valamint a beszállítói kapcsolatok fejlesztésére. A tervek szerint a kormány összesen 40 nagy befektetővel köt majd stratégiai megállapodást, ebből eddig 17-et írtak alá. Csaknem 4 milliárd forintos fejlesztéssel gyorsítja a Magyar Posta a hivatalos ügyek intézését és biztosít internet hozzáférést a felzárkózó régiók településein. A fejlesztések és az egyszerűsödő szolgáltatások jövőre lépnek majd életbe. Papíron küldi be adóbevallását ez a fiatal lány, most még csak kézbesíti ezt a posta az adóhivatalnak. Január 1-től azonban már digitalizálhatja, és fel is töltheti a közigazgatási szervezetek rendszerébe a hivatalos dokumentumokat. A közigazgatás felől érkező ügyek, ügyiratok, papírok
átváltható elektronikus formára, illetve visszafelé is működik ez a konverziós rendszer, amikor az állampolgároktól, ügyfelektől érkező dokumentumok elektronizálhatók, és így továbbíthatók a közigazgatási hivatalokhoz, szervezetekhez. Azáltal, hogy az intézmények nem külön-külön digitalizálják a papír alapú dokumentumokat, felgyorsul a közigazgatási ügyek intézése. Itt a hangsúly a hitelességen van, ennek nyilván több eleme is létezik, elektronikus aláírás, hitelesítési záradék, ehhez kapcsolódó iratérvényességi nyilvántartás, kétdimenziós kód, ezek fogják biztosítani, ezek a szabványok biztosítják azt, hogy ez így előállított papíralapú dokumentumok ugyanazzal a közhitelességgel bírnak. 2014-től országszerte 40 településen alakítanak ki internetpontot, ott, ahol nincs vagy nehezen elérhető a világháló. A felzárkózó kistérségekben kialakított ingyenes wifi pontok célja, hogy megkönnyítsék az elektronikus ügyintézést és segítsék a lemaradó régiók felzárkózását. 40 olyan település, kistelepülés kap plusz szolgáltatási lehetőséget, amelyek valamilyen módon a kormányablakok szolgáltatásaihoz képest egy kisebb szolgáltatási csomaggal, de szintén segítséget tudnak nyújtani az állampolgároknak az állam elérésében és az állam ügyintézési, államhoz kapcsolódó ügyintézési feladatok kiszolgálásában. A postákat érintő fejlesztések csaknem 4 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból valósulnak meg. Egyedülálló közlekedésbiztonsági fejlesztést vezet be a rendőrség. A helyszínelők ezután olyan Android-rendszerű telefonokat kapnak, amelyek azonosítani tudják a baleset helyszínének pontos GPS koordinátáit. Az információt ezután az összes internetre csatlakozott okostelefon navigációs rendszerére és a hagyományos GPS-ekre is el tudják juttatni. Több mint 50 gépjármű rohant egymásba két hete Szabadbattyánnál. Az M7-es autópályát teljes szélességében lezárták. Azok az autósok, akik nem értesültek időben a balesetről és nem tudtak lehajtani a strádáról, órákon át vesztegeltek a dugóban. Sok autós az éjszakát is ott töltötte. Benzinük és élelmük is elfogyott. Az ilyen közlekedési káoszok elkerülésére fejlesztette ki a rendőrség a legújabb technológiát. Kellett a rendőrök kezébe egy olyan eszközt adni, amellyel teljes bizonyossággal képesek a baleset helyszínének pontos meghatározására. A rendőrségi helyszínelők ezután ezzel a GPS koordinátákat azonosítani képes androidos okostelefonnal mennek ki a balesetekhez. Az adatok először a közlekedési információs központba futnak be. Az itt feldolgozott információk két úton jutnak el a sofőrökhöz. Egyrészt az interneten keresztül az okostelefon navigációs programjára, másrészt a rádióhullámok segítségével az autókba épített navigációs programokra és a hagyományos GPS-ekre is befut az információ. Az ORH rádióhullámokon keresztül juttatja el a végfelhasználói készülékre a közlekedési információkat, ez az, amit klasszikus navigációs eszköznél TMC-képes készülékként lát az ember az utcán. Az adatok negyed órán belül megérkeznek az autósokhoz. A figyelmeztetés ingyenes, és nem kell külön beállításokat sem alkalmazni. Ugye nem egyszerűen arról kapunk információt, hogy milyen jellegű esemény történt az úton, hanem ennek a forgalomra gyakorolt hatása, és annak várható időtartama is elkerül hozzánk. Tehát ha egy olyan közlekedési esemény van, ahol látható, hogy útzárat kell alkalmazni, és az várhatóan fél órát, egy órát fönn fog állni, akkor ez az információ azonnal el tud jutni az ilyen eszközt használó autósokhoz. A rendőrség 286 eszközét két megyében tesztelték. Azt ígérik, hétvégén már az autósok is megkapják a szükséges figyelmeztetést. A közlekedésbiztonsági rendszer ilyen formáját a rendőrség szerint Magyarországon vezetik be elsőként a világon. Gyene István öttusa edző testnevelő tanár kapta meg elsőként a Kopp Skrapszky díjat. A tavaly ezen a napon elhunyt Kopp Máriának és férjének Skrapszky Árpádnak emléket állító elismerést a kutatóházaspár barátai és munkatársai alapították. A kitüntetést ezután évről évre olyan személyeknek adják majd át, akik az ifjúság egészségnevelésében kimagasló szerepet töltenek be. Gyene István speciális testnevelési módszer dolgozott ki a légzőszervi betegségben szenvedő gyermekek gyógyítására. Amit mi hozzá tudunk tenni ehhez a kormányzat részéről, az, hogy az oktatásban és a nevelésben, hiszen ma már a közoktatást az köznevelésnek nevezzük,
éppen az új nemzeti alaptantervben elkészítettük azokat a lehetőségeket, amiken keresztül nem csak a pedagógusok, de elsősorban a pedagógusok, aztán a szülők is természetesen, és minden más segítő foglalkozású ember megteheti, hozzáteheti azt az ifjúság egészségtudatos neveléséhez, ami az ő képessége, az ő tudása. 2-0 vezet a Real Madrid a török Galatasaray ellen a labdarúgó bajnokok ligája negyed döntőjében, a másik mai mérkőzésen Malaga Dortmund 0-0. A híradó végén a legfontosabbak még egyszer röviden. Fegyházbüntetés szabna a Szita gyilkosság vádlottjaira az ügyészség, az elsőrendű vádlottra tényleges életfogytiglant kért a vádhatóság. Az újabb esőzések miatt áradnak a folyók, a belvízzel elöntött területek nagysága pedig 2 nap alatt 30 ezer hektárral nőtt. És Észak-Korea kitiltotta a dél-koreai munkásokat a két ország közös ipari parkjából, a kommunista állam újraindítja egyik atomerőművét is. Híreinket megtalálják a hírtv.hu oldalon, mobil alkalmazásunk pedig elérhető iOS-en és Androidon is. Híradóval 22 órakor is várom Önöket, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!